ennyi elég. Na, fog meg egy picit akkor. Az éhségsztrájkolók és a tiszta kezek a Demokratikus Magyarországért mozgalom nevében. Néhány dologban reagálni kell az elmúlt napok történéseire, és utána pedig megint meghívjuk a sajtóképviselőit, hogy mint szakszereti vezetők be tudunk-e jutni a MTVA épületébe, ugye a törvény szerint kötelesek biztosítani azt, hogy a szakszeret vezetői beléphessenek arra a munkáltatói helyre, ahol tagjaik vannak, kb. 200 tagunk van egyelőre, eddig ezt megakadályozták. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy megtettük azt a két büntető feljelentést a rendőrségen, amiről szó volt korábban. Az egyik a gestapósávos módszerek miatt a hanggal való kínzás és a fényhatás, amit látható az elmúlt napokban, most már több mint azt hiszem két vagy három napja, a rendőrség feljelentéssel körülbelül egy időben ezek megszűntek. Egyelőre tehát a feljelentés ott van ebben az ügyben a rendőrségen. A másik ügyben is, a nevezetes kordonbontás megelőző ügyben személyszabadság korlátozása, önbíráskodás, annak kísérlete volt, hogy a személyszabadság korlátozásnak kísérlete, önbíráskodás és egyéb büntettek, vélelmezett büntettek tekintetében is megtettük a büntető feljelentést az illetékes rendőrfőkapitányságon. És a jövőben is meg fogunk tenni minden olyan lépést, jogi lépést, ha kell büntető jogi lépést, amennyiben ezt a békés, immár december 10-dik óta tartó demonstrációt megpróbálják erőszakos eszközökkel, jogsértő eszközökkel megakadályozni, vagy ahogy eddig történt, hogy erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel próbálják innét eltávolítani azokat, akik békésen élnek demokratikus jogukban. Azt kell mondanom, hogy szégyen és gyalázat, hogy 2011. december 10-én elkezdtünk egy tiltakozást, és 2012. januárjában az új évben még itt kell lennünk. Szégyen és gyalázat, hogy még mindig a hírmanipulátorok és a hírcsalók egy része itt van mögöttem ebben az épületben. Továbbra is manipulálják a híreket. Nem kellett ennél jobb példa, ami történt itt január 2-án. Ha valakinek eddig a leghalványabb kétsége is lehetett volna abban, hogy mi történik ebben a közmédiának nevezett kormányszolgálati kifizető helyen, akkor láthatta, 50-100 ezer ember tüntetett Budapest központjában, mindenki tudott róla, csak éppen a közmédia illetékes riporter állítólag lemaradt az eseményről. Nem tudta észrevenni, hogy ott néhányan átcsingóznak, néhányan ott vannak az opera környékén, egészen a operától, ugye az Nagykörútig tömeg volt, és mögötte is. Ebben a tekintetben nem hallottam, hogy azonnali vizsgálat történt volna, és azonnali felelősségre vonás, hogy ez ezzel is elmaradt. Ugyanazok az emberek, akik lomnicikat kitakarnak, akik minket megpróbálnak tujafenyőkkel kitakarni, majd fizikailag eltávolítani, akik nem számoltak be egészen december 15-éig arról, hogy egyáltalán van lomnic, hogy meg éhségsztrájkolók, akik azt hazudják, hogy Nagy Navarú Balázs egyedül éhségsztrájkolt december 10-e óta, akik becsempésznek rágott szendvicseket, hogy lejárassák a éhségsztrájkolókat, és még erre büszkék is, és Facebook ellenoldalakat hoznak létre. Ezek az emberek mindenre képesek, ezek számára az alkotmányosság, a jogállamiság normái, azok átlépendő, csizmájukat beletörlendő papírok. Ezektől az emberektől mind a közmédiát, mind a magyar közéletet meg kell tisztítani. Itt már más lehetőség, más kiút nincs. Felháborító és gyalázatos, hogy nemhogy ezek az emberek elmentek volna, elbocsátották volna őket, hanem azt a két éhségsztrájkolót küldték el rendkívüli felmondással, akik ezt az egész tiltakozó akciót, a jogállamiság helyreállítása, a közmédia becsületének helyreállítása érdekében indították. Közben a lejárató média kampány egyik vezetője távozott, ugye Szabó László kommunikációs igazgató azóta, ugye napokban megtudtuk, hogy távozott. Követeljük
hogy hozzák nyilvánosságra, mik voltak a feltételei ennek a távozásnak, ennek a közös megegyezésnek, hány adóforintunkba került ez, és követeljük azt is, hogy mindazok, akik magas vezető pozíciót töltöttek be, és hónapok vagy évek óta nem dolgoznak a közmédiában, és most a csoportos létszámleépítés keretében közös megegyezésekkel távoztak azok a vezetők, hogy azok is mennyi adóforintból hagyták el az intézményt, hozzák nyilvánosságra ezeknek a vezetőknek a nevét, és azt is, hogy milyen javadalmazással hagyták el ezt az intézményt, hogy ez mind közpénz. Szeretnénk tudni, hogy a közpénzeket mire fordítják a közmédia fura urai. El kell mondani, hogy gyalázatos és döbbenetes, hogy a Lomnitz ügyben szolidáris a kollégákkal, a tisztességes médiáért kiálló kollégákkal szolidáris vágókat megfenyegethetnek ebben a közmédiában ezek az emberek, a hírcsalók, hírmanipulátorok, jogsértők, kirúgásokkal fenyegetnek meg. Hallhattuk azokat, akik nem járultak hozzá, hogy a nevüket kitegyék az anyagokra, hogy azokat egy részét megfenyegették, más riportereket, két riportert, mint ahol beszámolt egyik internetes újság, eltávolították a hírterületről. Tudjuk azt is, hogy az a riporter, aki elkészítette azt a ominózus Lomnitzi anyagot, akit utasítottak arra, hogy nem szerepelhet a volt főbír ebben az anyagban, az ő munkaviszony is megszűnt a közmédiánál 2011. december 31-én, és teljesen véletlenül nyilvánvalóan a határozott idejű munkaszerződését nem hosszabbították meg. Teljesen nyilvánvalóan megtorlás, gyalázat, hogy egy volt kollégámat is hasonló módon távolították el a közmédiától, azért, mert tudottan kifejezte nem tetszését, és olyan rendszerhez hasonlította az, ami történik, ami bizony a letűnt diktatúrák jelképe volt. Ő biztos tud erről mesélni, hiszen átélte a Milosevic diktatúrát, átélte azt, hogy mi az, amikor egy diktatórikus hatalom megpróbálja cenzurázni a híreket, megpróbálja manipulálni azt, ami történik. Azt mondjuk, és azt tudjuk mondani, hogy ez a tiltakozás, amit elindítottunk, addig nem fog véget érni, míg ezeket az embereket, belétve Böröc Istvánt, az MTVA jelenleg még vezérigazgatói poszton lévő első emberét, Berinesi Csabát, az MT jelenleg még vezérigazgatóját, hiszen ők mentegetik, bújtogatják ezeket az embereket, tehát velük együtt nekük is távozni kell a közmédiából, én azt mondom, a közéletből. Ilyen emberekre nehogy nincs szükség, az én emberektől meg kell tisztítani a közéletet. Ez a Tiszta Kezek, a Demokratikus Magyarországért Mozgalom egyik fő célkitűzése. Ezektől az emberektől jogi eszközökkel, békés eszközökkel, de meg fogjuk tisztítani a közéletet. És nem fogjuk hagyni, hogy a közpénzekből gazdálkodó közmédia ne azt tegy, aminek a kötelessége lenne, hogy informáljon, tudósítson, tájékoztasson, oktasson, és olyan rétegekhez is eljusson, ahol a kereskedelmi média vagy a napilapok, online-os portálok nem fognak eljutni. És most pedig ez a mondjuk a mostani fő bejelentésünk. Vizsgálatot fogunk követelni abban az ügyben is, hogy valóban megtorlás történt-e. Jelzem, hogy Szalai Anna Máriához benyújtott beadványunkra, amelyben követeltük még hetekkel ezelőtt, december 8-án, még az éhségsztrájk előtt annak kivizsgálását, hogy mi történt itt Lomnitz ügyben, mi történt itt Kombenditek ügyében, hiszen rengeteg anyag volt, mi történt itt a hírterületen. Egyelőre egy olyan választ kaptunk, hogy hiánypótlást kértek, mi szerint ők kiegyensúlyozottsági kérelemként kezelik, és csak a Lomnitz ügyről reagáltak, arra válaszoltak. Ezt mi úgy értékeljük, hogy az a médiahatóság, amely Magyarországon azzal a feladattal lenne megbízva, hogy biztosítsa a törvények betartását, a médiára vonatkozó törvények betartatását, amely eddig internetes portálokat, kis újságokat fenyegetett avval, hogy akár komoly szankciókkal tudja sújtani őket, hogyha valamiért nem tartják be a törvényt. Ez a médiahatóság
megpróbál kibújni törvényi kötelezettsége alól. Nyilvánvalóan olyan módon, hogy neki ne kelljen megszólalni ebben az ügyben, a kiegyensúlyozottsági kérelem az azt jelenti, hogy csak akkor járhat el a hatóság, ez az egyetlen olyan gyakorlatilag leegyszerűsítve egyetlen olyan törvényi passzus, ahol kifejezetten csak akkor járhat el a hatóság az ügyben, ha külön megkeresés érte a média szolgáltatókat, tehát adott esetben mondjuk a Magyar Televízió, Duna Televíziót. Azt jelezni szeretném azt, hogy valaki persona non grata a köztelevízióban, egy Élő Gábor vagy valaki ezt így döntött erről, az nem kiegyensúlyozottsági panasz. Ha a hatóság, és mi felhívtuk a figyelmét, hogy ez semmiképpen nem kiegyensúlyozottsági panasz, ha a hatóság ezt így akar értelmezni, az egyértelműen arra utal, hogy Magyarországon nem csak a közmédia szűnt meg közmédiának lenni, hanem Magyarországon a jogállamiság is megszűnt a közmédia ellenőrző testületében. Az ellenőrző hatóság akkor láthatóan politikai instrukciók, politikai hátsó szándékok alapján egyszerűen nem hajlandó a törvényességet helyreállítani, nem hajlandó lefolytatni azokat a vizsgálatokat, amiket le kellene folytatni, és nem teszi meg a közmédia, a felügyelő médiahatóság elnöke Szalai Anna Mária azt a döntést, amit meg kellene tennie, mint Vörös István vezérigazgatónak a munkáltató jogokat gyakorló felettese, nem szünteti meg a munkaviszonyát Vörös Istvánnak, egyáltalán semmifajta vizsgálatot hivatalból nem rendelt el. Nem akarom felolvasni, nyilvánosságra fogjuk hozni a beadványunkat, hogy körülbelül egy fél tucatnyi paragrafus konkrétan megjelöli, ahol a hatóság eljárhatna, belértve az emberi méltóság sérelme, belértve az, hogy a közszolgálati a médiaszolgáltató kötelezettsége a hiteles, pontos, tárgyalagos tájékoztatás, amennyiben ez sérül, a törvények betartásának ellenőrzése lenne a médiahatóság feladata. Európa, sőt a világ egyik legnagyobb hatáskörű, hatalommal rendelkező médiát felügyelő szerve nem szólal meg, nem tesz semmit, nem vizsgál ki. Sajnos úgy tűnik, az egész közmédia rendszere csődben van, felügyelő rendszerestül milliárdoktól kezdve, és közben ez a közmédia irányító szerv közben komoly jutalmakat akar kiosztani saját magának, ez is jelzi, hogy hova jutottunk. Van-e valakinek kérdése? Azt szeretnék nagyon, és itt mindenkit kérem, hogy nézze meg, hogy a közszolgálati médiával hitelesen beszámolnak arról, amit mi most itt elmondtunk. Még egy felhívással azért fordulnánk a sajtó képviselőihez, kollégákhoz, Prima Primissima és minden egyéb díjashoz, hogy holnap itt legyen ez a sajtó szolidaritásának a napja, jöjjenek ide az éhségsztrájkolókhoz, neves újságírók, kevésbé nevesek, és így tegyenek hitelt amellett, hogy kiállnak a sajtószabadság és a demokrácia mellett. És kérem a sajtó képviselőt, hogy ők is nézzék, hogy vajon kik azok, akik kiállnak, kik azok pedig úgy gondolják, hogy nem kell nekik itt jelent lenni, nem kell nekik akár saját személyes jelenlétükkel hitet tenni a demokrácia és a sajtószabadság mellett. És azokat pedig, akik csalnak és manipulálják a híreket, és az ő vezetőiket pedig, én itt most a Tiszta Kezek, a Demokratikus Magyarországért mozgalom nevében persona non grátának nyilvánítom. Kérek mindenkit a közéletben, vagy bármit, magánterületen, akik látja ezeket az embereket, tekintsék úgy, hogy egy persona non grátát kell kezelni. Ha étteremben meglátják őket, álljanak fel az asztaltól, vagy ne üljenek le egy asztalhoz, ne kocincsanak velük. És amennyiben felkérés érkezik ilyen emberektől, akkor azt úgy kezeljék, ahogy egy persona non grátától érkező felkérés kell kezelni. Azt azért tudni kell, hogy elindult valami tudomásunk szerint, hogy nagyon sokan visszautasítják azt, hogy például a közmédiumnak nyilatkozzanak azért, mert hogy úgy érzik, hogy nem lehetnek biztosak abban, hogy nem forgatják ki a szavukat, nem manipulálják az általuk tett mondatokat. Azért is mondjuk azt, hogy a közmédián tett gyalázatot csak úgy lehet letörölni, ha ezek az emberek távoznak és egy olyan közmédia rendszer fog részre jönni, megfelelő változtatásokkal, amely lehetetlenné teszi, hogy ilyen alpári módon semmibe vegyék a jogainkat, elvegyék tőlünk a média és a sajtószabadságát. És akkor most pedig mi meg fogunk próbálni szálljanak a kollégámmal, mint a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének alelnökei, belépni az MTVA területére, ahol nekünk ugye tagjaink vannak, és a törvény szerint köteles lenne biztosítani a bejutásunkat a munkáltató. De még ezelőtt, ha valakinek van kérdése, akkor természetesen erre szívesen válaszolok.
egész nap jöhetnek, akár itt is aludhatnak velünk, meg tudjuk oldani azt is, hogy megnézik azt, hogy milyen akkor éhségsztrájkolók kiállnak mások jogaiért, és saját egészségüket is kockára teszik. Támogatóink meleg teát is tudnak hozni nekik, meleg ruhát is meg tudunk biztosítani. Nem kell ettől tartani. Jó. Ennél a cégnél dolgozott, hogy fejezze be a forgatást. A szolgálatok, nem járulnak hozzá semmilyen nemű megjelentetéséhez a felvételnek. Köszönjük szépen. Na, nem tudsz vendéglátást adni? Azt mondják, hogy nem tudnak vendéglátást adni. De hát megint megtörtént az, hogy jogsértés történik. A televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének két alelnöke nem tud bejutni saját irodájába, nem tud hozzájutni saját személyes holmiaikhoz. A Magyar Köztársaság jelenlegi törvényei szerint, a munkatörvénykönyv szerint a egyetlen egy munkavállaló, aki itt dolgozik, az tagja mi szakszervezetnek köteles a munkáltató biztosítani azt, hogy bejuthasson. Hát majdnem 200 tagunk van, de hát nem tudjuk felvenni velük a kapcsolatot, újabb jogsértés lesz. És személyes dolgunkhoz sem tudunk hozzájutni, hogy ebben a tekintetben akár még a lopás vétsége is fennállhat, tehát ebben a tekintetben valószínűleg megint önbíráskodás, lehet, hogy megint egy újabb büntető feljelentést kell tenni. Gondolom ezért megint azok vállalják a felelősséget, akik most már sorozatban törvénysértést és jogsértést követnek el. Csak azért mutattuk meg ezt is, hogy lássák, hogy a média munkatársai, hogy nem levegőben beszélünk, hanem itt látható, hogy egyszerűen arról van szó, hogy minket erőszakkal nem csak, hogy eltávolítottak a közmédia területéről jogellenes rendkívüli felmondással, de azt is meg akarják akadályozni, hogy szakszervezeti tevékenységet folytathassunk, el akarnak szigetelni saját tagjainktól, nem tudunk hozzájutni saját holmiainkhoz, saját értéktárgyainkhoz, saját dokumentainkhoz, miközben perek és eljárások vannak folyamatban. Ebben a tekintetben valószínűleg a bíróságtól is ideiglenes intézkedésként kérjük annak a döntésnek a meghozatalát, végzés meghozatalát, amely kötelezi a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapot, hogy tartózkodjon a jogsértő lépésektől és tegye lehetővé, hogy bejuthassunk a törvényeknek megfelelően arra a munkahelyre, ahol tagjaink vannak. Köszönjük, hogy nem sikerült. Nem kapunk kártyát. De korábban azt mondták, hogy vendégkártyát kaphatunk, és csak egyesével mehetünk be, ugye ilyen korlátozás sincs, most már ilyen sincs, most már egyikünk sem kaphat, megnézték a számítógépbe, a nevünk alapján mi úgy látszik egy olyan tiltó listán vagyunk, fekete lista, ahol mi nem léphetünk be ebbe az épületbe, közmédium területe, közmédiumban dolgozó szakszervezetnek vagyunk két vezető tisztségviselője, én amellett a közmédiumok szakszervezeti tanácsának, mint konzultatív testületnek az elnöke is vagyok, amelynek jelenleg még 9 közmédiás szakszervezet a tagja. Meg fogjuk keresni a kollégáinkat. Tudtunk, a most amúgy tárgyalások folynak a kollektív szerződéshez. Elvárjuk azt is, hogy a többi szakszervezet is a leghatározottabban tiltakozzon a szakszervezeti jogok brutális megsértése miatt, és meg fogjuk keresni a üzemi tanácsot is, akik szintén elvárjuk, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a törvényesség helyreállítása érdekében.
gyalás. Végre becsomó videómat, és ebben azt gondolom... Picit hagyjuk, hogy a vasz televíziós dolgozzon. Grácie, grácie, mondta grácie. Allora. Quella mia destra? Sì. Tanto io sono fuori, tesoro, non è necessario che fa. Lui fa la traduzione? Sì, quindi allora, si deve mettere qua, secondo esatto, me. Lui ti deve mettere, tu stai sotto, accanto attiva, a... ti metti qua? Esatto. Grazie. Attila, no Attila. Attila. Qui. Ok. Qua così. No, tu non vieni, tu non ci sei.